Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Megvan az első idegenbeli siker, Jászberényben 5 ponttal nyertek a kékcápák. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét az NB2-ben a Szikenyi Nyíregyháza. Átadták a Móricz iskolában a 60 méteres, rekordtámborítású futópályát. Edzői életműdíjjal ismerték el Bakusi Béla 3 évtizedes munkásságát. 12 érmet szereztek a nyíregyházi úszók a Miskolci Nemzetközi Versenyen. Megszerezte 3. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1-B piros csoportjának 5. fordulójában Jászberényben nyertek 93-88-ra. Ebben a ligában minden győzelem és minden mérkőzés, minden győzelem fontos, mérkőzés nehéz. Nincs könnyű ellenfélek. Jászberény is elég jó csapat. Kicsit rosszabb rajt volt, mint a nálunk tovább, de meccspont úgy volt, ahogy terveztünk. Kulcsjátékosok próbáltunk védeni Kinit és a Csaba Gyurit, ők is akkor hozták sajátot. Mi egy kicsikét, hogy mondom, szokásosnál puhább voltunk videkézbe, és ez volt a első fél idő a nagy bajunk. Másik fél, de kicsit keményebb játszottunk, és sikerül végé felé nyerni a meccs. Szerintem doba százalék döntött erre meccsre, mert jól dobáltunk. Jászberény volt jó felkészülve, de mondom, minden meccs ez ilyen. Pont amit meccs után nyilatkoztam, hogy győzni tudni kell. És erre kezdődött a játékosok itt. Tavaly Danóik voltunk, mikor Iván volt, mikor Szí volt, mikor amerikai játékosok. Egy kicsikét könnyebb volt befejezni a meccset. Most fiatal csapatból, sok hibával, sok normális hibával, ami fiatal játékosok hozzá. Nagyon-nagyon türelmesen kell lenni, és ilyenek meccsek használni. A forduló további eredményei a következők. BKG Prima Akadémia Meavc 84-96, Újbuda Mavc Deac U23-83-77, Salgó Tarján TF Budapest 83-78, Óbudai Kaszások Kaposvár 58-86 és Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Fót 71-83. A tabellát a 100%-os Kaposvár vezeti, a 3-2-es mutatóval rendelkező Nyíregyháza az 5. helyen várja a Salgó Tarján elleni hazai folytatást. Ugye a Salgó Tarján is 3 győzelemmel áll, a bajnokság előtt talán egy picit lent erre a pozíción állták őket. Milyen mérkőzésre lehet számítani ellenük itthon? Aki pozícionálja ezt a ligából csapatokat, ők úgy, hogy mondom, ad hoc látják a helyzetek. Aki sokat dolgozik ebben a ligában, mint én például, tudja, hogy a július minden csapat sírja, nincs pénz. Augusztusban kell összeszedni csapat, és amikor kezd a szeptemberi bajnokság, mindenki külföldivel játszik. Salgó Tarján ugyanaz. Türelmesen összeszedte a dolgait, csapott is, egy amerikai, néhány játékos, aki játszottak akadémiánál. Ez egy jó összerakott csapott, látható is. BKG ott játszott, hosszabbítás, minden meccs, ahol játszottak, keményen játszottak, sima megverték a Dávid Kornél akadémiát. Ez egy teljesen normális csapat, ne felejtsünk el, nekünk tavaly velünk nagy bajok voltak, valahol nem mondom mumus, de olyan kellemetlen nekünk, mert ilyen a kinti szerkezet, Karamfilovszki, és most ezek a játékosokért játszanak, de mi nagyon jól tudunk, hogy jól dolgozunk, készülünk, otthon játszunk, jó ritmusban vagyunk, és így kell gondolkozni, mikor vasárnap belépünk a pályán, mert ezt a győzelemen nagyon jó helyen fogunk állni, amikor következő forduló kezd. 5. győzelmét aratta a férfi kézilabda NB2 6. fordulójában a Szikenyi Nyíregyháza. Türk Ferenc együttese hazai pályán a Balmazújváros verte 34-32-re. Gólváltásokkal indult a mérkőzés, egyik csapat sem akart leszakadni a másiktól, egyszer a házigazda, másszor a Balmazújváros vezetett egy góllal. 30 perc játék után 17-16 volt az állás. Fordulás után sem változott a játék képe egészen a hajráig.
akkor ellépett ellenfelétől, és 5 perccel a meccs vége előtt már 5 góllal vezetett a Nyíregyháza. A mérkőzés azonban még nem dőlt el, a hazaiak 3-as emberhátrányba kerültek, de az Újváros csak faragni tudott hátrányából, így Türk Ferenc együttese megszerezte 5. győzelmét. A szakember hasonlóan nehéz meccsre számított. Már régóta együtt játszanak ezek a gyerekek, ifitől végig, és 2-3 éve dolgozik velük a Sasa, aki első osztályú játékos volt, és onnan sok tapasztalatot szerzett, és látszik is a munkája. Hát nagyon küzdők, nagyon szívósak, kifejezetten jól egyegyezők. Tehát erre számítottunk, hogy egy nagyon-nagyon hajtós meccs lesz. Arra nem számítottunk, hogy ennyi kiállítás, meg ennyi kézilabdapályára talán nem való dolog történik, de így alakult, és miénk a 2 pont, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk. 4 győzelemmel döntetlen jöttetek ebbe a meccsbe, lehet az, hogy egy picit talán a korábbinál akár motiváltabbak ellenetek az ellenfelek? Azt gondolom, mindig van egy csapat, akit kipécéznek. Az előre hallják a híreket, hogy ki hova igazolt, és akkor azt mondják, hogy ő bajnok esélyes, és akkor ő ellenük mindent. Feltesznek mindent egy lapra, gyakorlatilag mindenki nagy elánnal készül ellenünk. Én azt gondolom, hogy ha megfelelőnek, tehát tudjuk kezelni ezt a pici terhet, akkor itt igazán eredményesek lehetünk szerintem. Mikor legutóbb beszélgetünk, azt mondtad, hogy egy fejlődési folyamatban van a csapat. Hol tart ez most? Beszélgettünk itt, hogy még nem játszottunk igazán jól. Mindig van egy-egy lépés, amit fejlődünk. Azt gondolom, hogy kicsit több közös munka kéne, és utána már látszana rajtunk. Kell egy holdpont, amin átesünk. Még nem estünk át azon a holdponton, hogy ne csináljunk sorozatos hibákat. Tehát ma is volt olyan, hogy elindultunk a lejtőn, mikor elkezdtünk volna egy kicsit elhúzni az ellenféltől, akkor jött egy-két hiba, ki nem kényszerített hiba, és ezért ezeket kell azt gondolom kiküszöbölni. Van egy pár dolog, és azt gondolom, hogy akkor lesznek könnyű meccseink is. 2 hét szünet lesz a bajnokságban, aztán a eddig 100%-os Hajdúszoboszlóhoz utasszok. Lehet azt mondani, hogy a eddigi legnehezebb meccs talán, bár mondjuk ez sem volt könnyű, meg az előző sem, de csak a 2 első helyezett csap majd össze. Igen, játszottunk felkészülési mérkőzést a Szoboszlóval, de azóta ott bővült egy kicsit a keret. Én azt gondolom, hogy így ránézésre velük lesz a kiki, hogy ki lesz ott az élen itt a fordulónál is, meg azt gondolom a végén is. Én bízom benne, hogy idegenben is tudunk egy jót játszani, hogyha mi jól játszunk, akkor azt gondolom, hogy hozni kell pontot, vagy pontokat. Visszatérve még erre a meccsre, megint nagyon szép számú közönség előtt játszottatok, mennyit segítenek? Nagyon sokat, de itthon is nagyon sokat, és idegenben is elkísérnek nagyon sokan minket. Tehát 50-en, 100-an ott voltak a idegenbeli meccseinken is, úgyhogy nagyon nagy köszönet illeti őket, mert talán itt igaz, hogy a végjátékban kicsit elkótyavetyéltük a dolgokat, de nagyon sokat segítettek egész meccsen. Úgyhogy örülünk neki, hogy ennyien vannak. 50 percig fejfej mellett haladtatok, aztán úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés, talán 5 góllal is vezettetek, a vége aztán sok kiállítás miatt megint izgalmas lett, hogy életed meg bent a pályán. Egy kicsit nehézé tettük magunknak a végjátékot, én úgy gondolom, de tudtuk a meccs elején is, hogy képzett játékosokról van szó. Ellenünk mindenki extra motivációval készül, de mi ezt soha nem terként éljük meg, hanem inkább kihívásként. A csapatnak most is volt tartása, folyamatosan bebizonyítjuk, hogy tudunk egymásért küzdeni, és úgy gondolom, hogy ilyen nézők előtt, ilyen közegben mindig nagy siker egy győzelem, főleg egy 2 pont egy ilyen csapat ellen. Még mindig egy alakuló csapatról van szó, több új játékos érkezett, mennyire alakul a kohézió a pályán és a pályán kívül az öltözőben? A pályán kívül egyből megtaláltuk az összhangot, én úgy gondolom. Ugye több emberrel játszottunk már együtt az előző idényekben. A pályán azért még összeszokottságból adódóan vannak technikai hibáink, de kőkeményen dolgozunk minden egyes héten, hogy ezeket kijavítsuk, és jobbak, és jobbak, és jobbak legyünk. A bajnokság előtt nem nagyon tudták hová pozícionálni a Nyíregyházát. Gondolták, hogy ott lesz a mezőny elején, most már azért eltelt 6 forduló, és ott vagytok egy döntetlenre. Utaztok majd a hibátlan Hajdúszoboszlóhoz. Beszélgettek már róla, hogy hova érhet az alapszakasz végén oda a csapat. Kimondatlanul mi az öltözőbe azért megyünk, hogy megnyerjük az alapszakaszt. Ez nem kétséges, azért utazunk el Hajdúszoboszlóra, hogy miénk legyen a 2 pont. A 6. forduló további eredményei a következők: Kisvárdai KC, Nyírbátori KC 22-28, Deac 2, Hajdúnánás 36-36 és Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény 35-24.
A tabella élén a 12 pontos Hajdúszoboszló áll, megelőzve a 11 pontos Nyíregyházát. A 3 pontos Nyírbátor a 6., a pont nélküli Kisvárda a 8. helyen várja a folytatást. A bajnokság november közepén folytatódik. A Nyíregyháza a Hajdúszoboszlóhoz, a Nyírbátor a Hajdúnánáshoz utazik, a Kisvárda pedig a Deac 2-t fogadja. Átadták a nyíregyházi Móricz iskolában a 60 méteres rekordtámborítású futópályát és a hozzátartozó távolugró gödröt. Az új létesítményt az iskola diákjai a délelőtti testnevelési órákon és a délutáni sportkori edzéseken használhatják. Két ütemben valósult meg ez a rekordtámborítású futópálya távolugró gödörrel a végén. Első ütemben 9,3 millió forintot kaptunk egy közel 4 évvel ezelőtti sportért felelős államtitkársági megkeresést követően. Majd ebben az évben tavasszal ismételten megkerestük az államtitkárságot és 14 millió forinttal támogatták, így be tudtuk fejezni második ütemben ezt a rekordtán futó pályát. Mennyi gyerek használhatja majd ezt, magyarul mennyien járnak most a Móriczban? 434 gyerek jár, de ez változik. Tehát 440-450 gyerek használhatja tanévenként testnevelési órákon a pályát. Az atlétika alapsportág, itt tudnak atlétizálni a gyerekek, de egy kifejezetten sportos iskoláról van szó, milyen sportágokat űznek még az intézményben? Igen, a labdarúgás, a fiúk sportág, a kedvenc időtöltése. A leányok kapcsán a röplabda sportág az természetesen favorit az iskolában. Az atlétika az alap, mint ahogy elhangzott, az mindenek mellett szerepel, illetve ettől a tanévtől kezdve a kosárlabda is megjelent a repertoárban. Visszatérve még a rekordtán pályára, minden igaz, nem csak a diákok használhatják majd. Igen, úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kincs itt az iskolában és a környéken, amit fel kell ajánlani mindenkinek, úgyhogy az itt élők, a környéken élők 16 óra és 20 óra között használhatják a sportpályát, 20 órakor zárjuk az épület körül a területet, ez a magyarázata a 20 órás időpontnak. Ez a beruházás nem akkora volumen, mint mondjuk a nemrég átadott városi stadion, de gondolom, ugyanolyan fontos az önkormányzat számára. Különösen azért, mert egy iskolában van, és a gyerekek egészséges sportolását segíti. Ugye itt a Móriczban is felújítottuk korábban a tornatermet, ott is nagyon fontos volt, hogy az a parketta legyen, ami nem rontja a gyerekek egészségét, korábban sajnos olyan volt, ami ezt tette, és hát azzal, hogy egy újabb rekordtán futópálya van, azzal tovább nőtt a Nyíregyházán a rekordtán futópályák száma. Ez azért fontos, mert ez az egyik legegészségesebb burkolat, amin lehet sportolni. Most már közel 5 kilométer van, mert hogy ugye az idén át tudtuk adni a stadion körül épített 630 méteres rekordtán futópályát, de hát ugye ez ott kezdődött, hogy a Sóstói tó körül megépítettük, az volt a tanuló beruházásunk, ahol közel 1 kilométer, 1,5 kilométer van a bútosító körül, 500 méter a Besenyei téren, és hát van itt a Malomkertben, Nyíregyházán, több helyen is, és hát az iskolákban nem csak rekordtán futópályák épültek, nem csak tornatermek újultak meg, hanem ugye az udvarokon is, különböző sportlétesek, műfüves pályák, stb. Én azt gondolom, van még tennivalónk, de már van mire hátranézni, tehát az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sikerült előre lépnünk. Ugyan állami fenntartásra és működtetésű rendszer az iskola, de ez nem jelenti azt, hogy nem szorgalmazzuk és teszünk még mindent azért, hogy további ilyen beruházások legyenek Nyíregyházán. Edzői életműdíjjal ismerték el Bakosi Béla munkásságát. A szakember a Magyar Edzők Társaságának gálavacsoráján a Puskás Arénában vehette át az elismerést. Igazából én nem akartam edzősködni. Versenyzői pályafutásom alatt mindig kérdezték, hogy leszek edző, és én elhatárolódtam, mondtam, én nem szeretnék edző lenni, de végülis az élet úgy hozta, hogy csak edző lettem, annak idején a Vasi Tünde átjött ugye Romániából, és hozzánk jött, tehát végülis a feleségem, mert jól ismerték egymást, és akkor kezdtem el vele dolgozni, ugyan ő nem olyan sokáig maradt Nyíregyházán,
de utána végül is megtetszett a dolog, és hát végül is ez lett a vége, hogy több mint 30 éven keresztül neveltem Nyíregyházán az atlétákat. Kik voltak az edzőid, és kiktől tanultál a legtöbbet? Nekem két edzőm volt, kettő. Az első a Siger Zoltán, aki a pályafutásom nagy részét irányította. Tőle nagyon-nagyon sokat tanultam. Ő egy nagyon jó pedagógus volt, nagyon jó szakember. Az, ami mutatta is, hogy nem csak én lettem Európa-bajnok nála, hanem egy Pálóczi Gyula távolugró is. A másik edzőm az Kis Tamás, aki végül is sportársam volt, de ő már korábban abbahagyta a versenyzést, és már edzősködött, amikor Siger Zoltán elköltözött Nyíregyházáról, és akkor én Tamással kezdtem el dolgozni, de Tamás is Zolitól, Sigertől tanulta a szakmát, tehát lényegében nagy változás nem volt a szakmai irányításban, de nála is értem el magyar rekordot, ugyanúgy, mint Siger Zolinál. Azt szokták mondani, hogy versenyzőnek könnyű a helyzete, megmondják, mit kell csinálni, legyen bármilyen sportágról szó, aztán kimegy és próbálja legtöbbet nyújtani az adott versenyen. Egy edzőnek azonban nem csak magára, hanem nagyon sok tanítványra kell figyelni, a fejlődésüktől kezdve a személyiségfejlődésükön keresztül, nagyon sok mindenig. Mennyiben más te belülről láttad mind a kettőt, a kettő? Erre szokták mondani, hogy a versenyző, aki edzőnek áll, akasztják a hóhér, de ez tényleg úgy van, mert versenyzőként könnyebb dolgom volt, mert a hibákat azt én magam ki tudtam javítani, tehát ha valami nem stimmelt, vagy nem ment a versenyen, az edző segítségével én tudtam korrigálni. Viszont az edző kínál a pálya szélén, megpróbál segíteni a versenyzőnek, de a versenyző ezt nem biztos, hogy meg is tudja oldani. Tehát így nehezebb dolgunk van kívülről a pályán, tehetetlen az ember, hogyha valakinek, valamilyen versenyzőnek valamilyen mozgás nem megy, vagy egyáltalán az eredményesség. Tehát sokkal könnyebb versenyzőnek lenni, mint edzőnek. Te amikor elkezdtél versenyezni, gyakorlatilag lehet azt mondani, nem volt célzott kiválasztás. Amikor elkezdtél edzősködni, még akkor is messze voltunk a mai kiválasztási rendszerektől. Mennyiben változtak meg a fiatalok az elmúlt 30 évhez képest? Végül is, amikor én elkezdtem edzősködni, akkor volt egy jó kiválasztási rendszer a Vasvári Pál gimnáziumban, Szalka tanár úr, egy nagyon-nagyon-nagyon jó, meg Orrendi Misi volt akkor, tehát ők a megyét végig pásztázták, és a tehetségek, egy Pálóczi Gyula, egy a feleségem Szentzegek, és úgy kerültek be vidékről. Tehát akkor volt egy nagyon-nagyon jó kiválasztási rendszer, és egy beiskolázás a Vasváriba. Hát sajnos ez most nem működik, tehát nincs ilyen. Igazából aki betéved az atlétikára, vagy ismeretség alapján, nekünk is már ugye a korunknál fogva a volt tanítványok hozzák a saját gyerekeiket, tehát a mostan sokkal nehezebb megtalálni a tehetségeket, mint a régebben. Tehát így, ez most nagyon hiányzik, az a rendszer, az a kiválasztási rendszer, hogy egy megyét végig néznénk, hogy azokat a gyerekeket tudnánk behozni, aki tehetséges, csak hát ez így most nem működik. Ki lehet szúrni azonnal egy csiszolatlan gyémántot, vagy pedig csak azt lehet látni mondjuk egy 6-7-8 éves gyereknél, hogy esetleg alkatilag mozgás koordinációban ő ügyesebb a kortársainál? Végül is ki lehet szúrni, tehát olyan szemmel jár az ember, tehát én a saját sportágomat, tehát az ugráshoz, a sprinthez, az ember észrevesz, hogy valakinek gyorsabb okája, vagy ügyesebb a kelleténél. Igazából ez nem jelenti azt, hogy később nagy versenyző lesz, megvan rá a lehetőség, mert ugye az én azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valaki nagyon-nagyon jó versenyző legyen, az a fej az 60%, tehát és a többi a fizikai, szerencse, egyéb adottságok. Tehát ha valaki hiába tehetséges fizikálisan, ha nem olyan a hozzáállás a feje, akkor abból nem lesz sose a sportoló igazából. Ugye te végig kísérted, sőt végig edzetted a fiat Bakosi Péter pályafutását, ez egy érdekes kombó, van ahol működik, van ahol nem, ha csak a magasugrás veszük, akkor látjuk, hogy az olimpiai bajnok Tamberinek az édesapjával megszakadt még a személyes kapcsolata is egy-két évvel ezelőtt, mennyire volt ez nehéz? Az ember a saját gyerekét edzeni, hát nem egyszerű dolog, hozzáteszem, igaz, ez egy kényszerhelyzet volt itt Nyíregyházán, de attól függően én úgy gondolom, hogy Péterrel nagyjából meg tudtuk azt oldani, amit kell. Most vagyunk olyan helyzetben, és úgy jegyeztünk meg, hogy az én volt edzőm Tamás segítségét kérjük, hogy itt az utolsó egy-két évben, hát ha tudunk még valami, vagy tudnak még valami olyasmit összetenni, vagy összerakni szakmailag, ami esetleg még egy tovább fejlődés jelentene, mert úgy gondoltuk Tamás, hogy Péter
egy olyan 230 centire képes fizikálisan, csak ezt realizálni kellene, ezt próbáljuk meg, vagy próbálják meg ők, én is segítem természetesen itthon, amikor itthon edz, de igazából Tamás irányítja most az edzéseit. Aki nem tudna, hogy a Kis Tamás nagyon sokáig, több évtizedig volt talán a német válogatott ugró szakágának a vezetője. Európa-bajnokok, világbajnokok kerültek ki a keze alól, tehát jó kezekben van Péter. Ha Petin kívül visszatekintesz, kik azok a tanítványid az elmúlt 30 évre, akik héten eszedbe jutnak meg, az eredmények is olyanok voltak, amire büszkén lehettek. Teljeség igényel, mert ez végül is értődés, esetleg, ha valakit kihagynék, de igazából a legnagyobb versenyzőm az Vaszi Tünde volt, aki ugye átjött Magyarországra annó, annak idején Romániából, majd később felköltözött Pestre, és a Sydney olimpián visszajött hozzám abba az évbe felkészülni, és hát végül is hetedik lett az olimpián, és abba az évbe ugrott 670 centit nálam. Bár az olimpia nem úgy sikerült, mert előtte nagyon beteg volt és úgy utazott ki. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó eredmény. De hát Ágoston Dániel volt, sprinter, Vas Dávid, Vas Lászlónak a fia, Resán Gergely, Kaptúréva. Tehát, és ezen kívül nagyon-nagyon sok, közel 100, vagy most már több mint 100 magyar bajnokom van, nagyon sok válogatott atléta, tehát így most hirtelen ennyiben nem tudok mindenkit felsorolni. Most itt ülünk a Nyíregyházi Atlétikai Centrumba, ugye sportszerelésben vagy, de már nyugdíjasként. Most mennyire tölti ki az edzősködés a mindennapjaidat? Ez lenne az ideális, tehát hogyha valaki nemzetközi szinten akar dolgozni, ez lenne az ideális, hogy csak az atlétikával, vagy csak magával az ugrással foglalkozna, mert igazából ma már olyan szinten, olyan magas szinten van a nemzetközi élvonal, hogy itt nem elég csak edzést megtartani, elemzést, szakirodalmat, mindent kellene ahhoz az embernek olvasnia, meg megtalálnia, ami a továbbfejlődéshez elengedhetetlen szükség. Tehát én most egy olyan kellemes helyzetben vagyok, hogy délelőtt ráérek, és esetleg az edzés felvételeit elemzem, vagy Tamással egyeztetek, Kis Tamással, tehát, vagy Petinek a mozgását. Tehát ez lenne, mondom, az ideális, de amikor az ember ugye van egy főállása és csak másodállásban edzősködik, akkor az sokkal-sokkal nehezebb. Van még egy hozadéka ennek a hivatásnak, ugye versenyzőként és edzőként is beutazhatod a világot. A pályákon kívül azért volt-e lehetőség arra, hogy egy picit beleszagolj az adott ország, az adott város kultúrájába, környezetébe, gasztronómiájába? Amikor versenyzőként utaztam és voltak ezek a meghívásos versenyek, ott azért nagyon nem volt rá időnk, mert ugye a verseny előtti nap kiutazott az ember, másnap verseny, harmadnap már jött vissza. Az edzőtáborok az már más dolog volt, vagy ha olyan verseny volt, általában Japánban voltam többször vagy sokszor, ott azért 3 hétre mentünk ki, 3 versenyre, és akkor ott Hiroshima, Osaka, Tokió, tehát meg tudtunk nézni, sok mindent volt rá lehetőség, vagy Olaszország edzőtáborozók, tehát a legjobb edzőtáborokban jártunk abban az időben, és azért ott a környéken csak szét tudtunk nézni, úgyhogy abban az esetben lehetett, amikor hosszabb ideig tartózkodtunk egy városban vagy egy helyen. Több mint 20 év versenyzői pályafutás, több mint 30 év edzői munka után mi az, ami még motivál az atlétikában? Még amit el szeretnék érni, hogy egy igazán jó hármasugrót felnevelni, de valahogy a sors ezt nem akarja megadni, hogy találjak egy olyan tehetséget, akiből lehet egy nagyon jó hármasugró, aki esetleg meg tudná dönteni a magyar rekordot, de egyelőre ez nem. Meg szeretem csinálni, tehát ez lenne. Ennyi év után az embernek hiányérzete van, amikor mit tudom én, van pihenő hét 1-2, amikor a gyerekeket is elengedjük, de utána már alig várom, hogy végül is újra délután itt legyek köztük, és tartsak edzéseket. Béla, akkor gratulálunk ez az életműdíjhoz, ami nem az első elismerés volt a pályafutása során, és remélhetőleg nem az utolsó is. Köszönjük szépen! Én köszönöm! 17 érmet szereztek a nyíregyházi úszók a Miskolcon megrendezett 2 nemzetközi versenyen. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői legközelebb a jövő héten kezdődő kaposvári rövidpályás országos bajnokságon állnak rajtkőre.
Elég hosszú szezon zártunk, augusztus majdnem közepéig tartott az ifjúsági bajnokság, de a pihenő ugyanúgy, mint eddig szeptember elejéig szólt a versenyzőknek. Hát a szeptember az egy felkészülési időszak volt, teljesen az edzéseknek szenteltük, a gyerekeknek a felkészülése volt az előtérben. Szeptember végén volt egy hajós Alfréd kupa, ami már rövid pályán rendezett az a házigazda, és legutóbb pedig októberben, de Miskolcon versenyeztünk. Miskolcon nagyon sok versenyzővel voltatok, nagyon szép eredményeket értetek el. Milyen visszaigazolása volt ez a verseny a felkészülésnek? A legkisebbektől a legnagyobbakig voltunk, 53 versenyzőt neveztünk erre a versenyre, mi voltunk az egyik legnépesebb csapat, a 360-70 indulóból. Amire hangsúlyt fektettünk, és ami látszott a munkából, tehát ez egy munkából jöttünk, és a gyerekek nagy része ehhez mérten ebben a formában is versenyzett. 17 érmet sikerült szerezni, aminek örülünk. Látjuk, hogy hova lehet még fejlődni. Aminek én nagyon örülök az, hogy egyre kevesebb olyan gyerekünk van, akit versenyeken kizárnak például, az nem nagy eredmény. Tehát most egyre pontosabban, egyre határozottabban figyelnek a srácok a versenyen, és jó felkészülés volt a jövő héten kezdődő országos versenyre. Ez pedig Kaposváron lesz a rövidpályás országos bajnokság. Mekkora csapattal tervezitek, hogy elindultok? 4 versenyzővel terveztem elsődlegesen. Sajnos a Dóri nem tud hazajönni, a Hatházi Dórinak. Pont ezzel a versenyen egybeesik egy fontos amerikai versenye. Nagyon sajnálom, már régóta adós, hogy a magyar közönség előtt is versenyezzen, bár nyáron itt volt és az Erbén helytált. A Stankovics Anna készül, ami jó hír, hogy ez a verseny válogató a rövidpályás világbajnokságra. Anna benne van a csapatban. Én úgy gondolom, hogy ha összetudja magát szedni és jó formában versenyez, akkor jó eséllyel indulhat is a VB-n. Illetve 4 versenyzőből a 3-an ifjúsági korcsoportosok. Tekintsük egy kicsit túl az országos bajnokságon, lesz még egy hazai rendezésű verseny, és lesz egy korosztályos rövidpályás országos bajnokság is. Így van, nagyon várjuk, már november végén 5. alkalommal rendezünk Szabolcs kupát. Nagyon sok külföldi csapat jelezte Szlovákiából, Romániából, hogy szeretnének jönni, illetve a magyar versenyzők is várják már. Hát megpróbáljuk megint úgy lebonyolítani, hogy ebből bajna legyen, úgy értve, hogy a medence befogadó képesség és az uszoda befogadó képességét ne lépjük túl, de egy nagyon jó versenyt várunk. Szegeden december elején 5. és 8. között pedig az országos korosztályos rövidpályás bajnokság lesz, ahova minden gyermeket, aki serdülőbe gyermekben rendelkezik, szinte szeretnénk elvinni. Az elmúlt napok és várhatóan a következő napok és hetek is arról is szólnak, hogy nagyon sok a felső légúti megbetegedés. Ugye az úszás ilyen szempontból egy érzékeny sportág. Titeket mennyire érint? Hát szerencsétlenségben szerencse részünkre az, hogy pont most az uszodai karbantartás az őszi szünetben. Az elkezdődő betegségeket már érzékeltük mi is. Én azt kértem, mivel most kihelyezett edzéshelyszínen vagyunk az Arany János iskolában, délutáni edzéseket ott tartjuk, hogy akinek problémája van az egészségügyi dolgokat most rendezze, és november 4-től tudunk teljes csapattal tovább. Ennyi fért a mai sportszeretbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.